Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mai alkalommal az Ószövetség egyik minta imádságáról szeretnék néhány gondolatot elmondani Önöknek. Azt szoktuk megfogalmazni az Új Szövetség világára vonatkozóan, hogy Jézus Krisztus mi atyánkról szóló gondolatai, ez egy minta imádság. Én nagyon szeretném, hogyha az Ószövetség eme imádsága szintén számunkra egy minta imádsággá válna. Néhány hónappal ezelőtt ismertem meg ezeket a gondolatokat. És miután én megismertem, nekem a hétköznapokban reményt, bátorítást, vigasztalást adott, és legfőképpen megerősítette bennem az imádság fontosságát. Én, amikor néhány évvel ezelőtt egy Ellen Goldwhite nevezetű szerzőtől megismertem az imádságról szóló gondolatait, akkor mélyen megragadt bennem egy idézete. Ez így szólt, hogy a hívő ember számára az imádság nem más, mint a lelki életének a lélegzetvétele. Hát ennek a gondolatnak a fényében szeretném a további mondataimat megfogalmazni Önöknek. Krónikák első könyve 4. fejezetében, a 9. és a 10. versben található meg ez az úgynevezett jábeci imádság. Azért lesz nagyon érdekes, mert itt egy nemzetség táblázatot találunk, és ebben a nemzetség táblázatban megközelítőleg 600 név szerepel, és szó szerint ebben a 600 névben van elrejtve ez az imádság. Vagyis azok a kedves nézők, akik folyamatosan olvassák a Szentírás kijelentéseit, azok megtalálják ezeket a gondolatokat. Ha felszínesen olvassuk a Bibliát, akkor át fogunk ugorni rajtuk. Még egyszer mondom, 600 név között van elrejtve, de nagyon mély, nagyon sokat mondó, nagyon bátorító gondolatokat fog megfogalmazni ez a személy az Isten irányába. És talán engedjék meg, hogy mielőtt felolvasom ezt az imádságot, hadd fogalmazzam még azt meg Önöknek, hogy ez egy 21. századi kérés. Tehát nagyon-nagyon benne lesz az örömünk, a fájdalmunk, a kétségeink a Jóisten irányába. Hát hogyan is szól ez az imádság? Jábes pedig testvéreinél tiszteletreméltóbb volt, és azért nevezte őt az ő anyja Jábesnek mondván, mivel hogy fájdalommal szültem őt. És Jábes az Izrael Istenét hívta segítségül, és mondta, ha engem megáldanál, és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak, és megadta Isten néki, amit kért. Négy dolgot szeretnék kiemelni ebből az imádságból. Mit is jelent az első rész, amikor Jábes áldást kért Istentől? A második gondolatot hogyan is kell értelmeznünk, hogy az Úr szélesítse ki az ő határait? A harmadik kérés, nagyon 21. századi, erről beszéltem, hogy a Jóisten őt oltalmazza meg a hétköznapokban minden bajtól, és hogy az ő keze vele legyen, és a negyedik része ennek az imádságnak, hogy bút, vagyis hogy elhordozhatatlan, feldolgozhatatlan fájdalom ne érje őt ebben az életben. Vegyük sorba akkor ezeket a gondolatokat, mit is jelent az áldáskérés. Én először a Szentírást 1988-ban vettem a kezembe, de igazából mélyebben 1990 tavaszától kezdve kezdtem olvasni. És az első történetek egyike, amit megismertem, Ábrahám története volt. Ez Mózes első könyve 12. fejezetében, az első 3 versben szerepel, és itt nagyon megragadott engem egy gondolat. Amikor a Teremtő Isten megfogalmazza Ábrahámnak, hogy Ábrahám, én megáldalak téged, de azért áldalak meg, hogy áldás legyél más emberek számára.
Hát mit is jelent az e fajta áldáskérés? Néhány gondolatot szeretnék megfogalmazni, egészen pontos legyek kérdéseket, hogy még mélyebben megértsük ezt az áldáskérést. A keresztény gondolkodású emberek krisztusi módon tudnak-e élni a mai világban a nem krisztusi gondolkodású emberek között? Jelképes értelemben bárányok tudunk-e maradni a farkasok között? Vagy mondjuk a krisztusiasság csak egy színlelt jelenség a mi életünkben? És hogyha belekerül a különböző élethelyzetekbe, akkor rögtön elveszítem a krisztusiasság lelkületét? Hogyan tudunk áldás lenni? És most az elméletből szeretném ezt a kérdést még mélyebben a gyakorlatba átültetni. Egy valós élethelyzetbe. Mi történik akkor, amikor mondjuk én konfliktus helyzetbe kerülök? Hogyan viselem a konfliktus helyzeteket? Hogyan kezelem a konfliktus helyzeteket? Amikor a családomban, a férjemmel, vagy a feleségemmel, vagy a gyermekeim irányába konfliktusba kerülök, hogyan kezelem ezt a kérdést? Vajon kivetkőzöm magamból? Elkezdek én is ordibálni? Olyan gondolatokat, olyan mondatokat fogok megfogalmazni, amit később meg fogok bánni? Vagy egy konfliktus helyzetben áldást tudok maradni? Miként kezelem a konfliktus helyzetet keresztényi módon, vagy keresztényi lelkülettel? Egyáltalán a konfliktus helyzetet tudom kezelni a mai világban? Fölvethető az a kérdés, hogy keresztény emberként, ha belekerülök egy konfliktus helyzetbe, hány másodperc alatt vetkőzök ki magamból? Hány másodperc alatt használok olyan szavakat, amitől megdöbben a környezetem? Hogyan kezelem a konfliktus helyzeteket? Hadd tegyem fel még egyszer ezt a kérdést. Egy-egy ilyen helyzetben mit látnak rajtam a környezetemben élők? Kedves nézőink, 2000 környékén egy szerzőnőtől, akit már idéztem önöknek, Ellen Gould White-nak hívják, olvastam egy könyvet. Ennek a könyvnek az a címe, mit cselekedjem, hogy örök életet elnyerhessem. És ebben a könyvében a szerzőnő a gyermeknevelésről beszél. Azt fogalmazza meg, hogy amikor ő gyermekeket nevelt, 4 gyermeke született, és hát a gyermekei sokszor nagyon szemtelenül viselkedtek vele, nem tisztelték őt, mint édesanya. És leírja, hogy keresztényi módon hogyan próbálta ezeket az élethelyzeteket kezelni, hogyan tudott egy-egy konfliktus helyzetben áldás maradni a környezetében élők számára. Most engedjék meg, hogy néhány gondolatot hadd fogalmazzak meg, hogy ő gyakorlati tanácsként miként mutatja be számunkra, hogy amikor belekerülök egy ilyen nem várt élethelyzetbe, hogyan tudom ezt kezelni keresztényi módon, vagyis hogy hogyan tudok áldásként szolgálni olyan élethelyzetben, ahol a környezetemben élők bizony idegesek irányomban. Soha sem engedtem meg gyermekeimnek, hogy azt gondolják, fel tudnak bosszantani kiskorukban. Családomat és más családból való gyermekeket is neveltem, de ezeknek a gyermekeknek sem engedtem meg soha, hogy úgy véljék, fel tudják bosszantani anyjukat. Soha nem engedtem meg magamnak, hogy egyetlen éles szót is szóljak, vagy türelmetlen és ingerült legyek gyermekekkel. Soha nem is kerekedtek fölém, soha, hogy haragra ingereljenek. Amikor lelkem felkavarodott, vagy bármi olyat éreztem, ami ingerelt, azt mondtam: gyermekek, hagyjuk most ezt a témát, ne szóljunk többet erről, egy szót sem. Mielőtt nyugovóra térünk, megbeszéljük. Miután ennyi idő állt rendelkezésre az átgondoláshoz, estére már lehiggadtak, és szépen tudtam kezelni őket. Az élet kellemetlen dolgaiban, a naponkénti emésztő gondokban, szívfájdalmakban, bosszúságokban részesedés a nem uralt vérmérséklet következménye.
Az otthon harmóniáját gyakran megtöri az elhamarkodott szó és a sértegető nyelvezet. Mennyivel jobb lenne, ha el sem hangzott volna. Sohasem szabadna elveszítenünk önuralmunkat, tartsuk szemünk előtt a tökéletes példát. Türelmetlenül, indulatosan beszélni, haragot érezni még akkor is bűn, ha egy szót sem szólunk. Ékesen kell járnunk, helyesen képviselve Krisztust az emberek előtt. Egyetlen haragos szó kiejtése is olyan, mintha kova követ ütnénk egy másik kova kőhöz. Mennyivel jobb lett volna, hogyha ezek a gondolatok el sem hangzottak volna. Az otthonunkban kiejtett türelmetlen és szívtelen szavakat angyalok hallják. Meg akarod találni a mennyei feljegyzések könyvében azoknak a türelmetlen és szenvedélyes szavaknak a listáját, melyeket otthonodban ejtettél ki? A türelmetlenség Isten és az ember ellenségét hozza a családodba, és Isten angyalait pedig száműzi onnan. Ha Krisztusban élsz, és Krisztus benned, nem szólhatsz haragos szavakat. Apák és anyák, Krisztusért könyörgök néktek, legyetek kedvesek, gyengédek és türelmesek otthonotokban. Mennyivel jobb lenne, hogyha mielőtt a konfliktus helyzetben megnyilatkoznánk, vennénk egy nagy levegőt. Az időszámításunk előtti 10. században Dávid király megfogalmazott néhány gondolatot a 139. Zsoltárában. Ennek az a lényege, hogy a Jóisten irányába egy kéréssel van, hogy Isten ismertesse meg önmagával. Vagyis, hogy Dávid azt kéri, hogy Uram, én nem ismerem önmagamat, mutasd meg, hogy milyen vagyok. Ezekben a gondolatokban Dávid azt fogalmazza meg, hogy Uram, vizsgálj meg engem, mert te ismersz, és mutasd meg, hogy van-e a gonoszságnak valamilyen útja, valamilyen magva bennem. Uram, én nem ismerem magam, mutasd meg, hogy mondjuk egy konfliktus helyzetben hogyan tudok viselkedni. Mutasd meg nekem előre, hogyha belekerülök, akkor ezt keresztényi módon áldásként tudjam megélni. Dr. Bagdi Emőke, amikor megírta az Utak önmagunkhoz című könyvét, ebben a könyvében megfogalmazza ő, hogy a 21. század elején elérkeztünk az érzelmi analfabetizmushoz. Mit jelent ez? Hogy érzelmileg nem tudjuk kezelni a konfliktus helyzeteket. Ezért is kellene így imádkoznunk a Jóistenhez, hogy Uram, segíts, hogy érzelmileg intelligensen tudjam kezelni a felém irányuló sértéseket, a felém irányuló rágalmazásokat, a felém irányuló indulatos beszédet. Ne legyek érzelmi analfabéta, ne vetközzek ki magamból, tudjak áldás lenni. Tudjam kérni a Jóistentől azt, hogy az Úr áldjon meg, és áldást tudjak lenni a környezetem számára. Daniel Goldman, amikor megírja az Érzelmi Intelligencia című könyvét, akkor itt leír egy olyan mondatot, ami hosszú idők óta számomra egy nagyon-nagyon tanulságos gondolat. Ez így szól, hogy az eluralkodott érzelem mellett az értelem nem rúg labdába. Vagyis az eluralkodott érzelem bármilyen gonoszságra képes. Nem tudunk uralkodni önmagunkon. És gondoljanak abba bele, hogyha a környezetünk tudja rólunk, hogy keresztények vagyunk. Krisztusi módon szeretnénk élni a hétköznapokban az életünket. És amikor belekerülök egy konfliktus helyzetbe, és ezt nem tudom kezelni, akkor az egész kereszténységem a mélybe kerül. Imádkozzunk a Jóistenhez, hogy az Úr áldjon meg bennünket, hogy a szelíd lelkűségünk az ilyen konfliktus helyzetekben is ismert legyen. Sokszor az emberek megfogalmazták számomra, hogy szelíd lelkűséget kérni a mai világban, hát ez gyengeséget jelent. Ki fognak nevetni engem, hogyha egy konfliktus helyzetben én megpróbálok áldásként szolgálni, hát azt fogják mondani rólam az emberek, hogy én nem ebben a földön, nem ebben a világban élek. Kedves nézőink, a Biblia fogalomvilágában
a szelíd lelkűség az nem gyengeséget jelent, hanem egy erőtöbletet. Igen, egy erőtöbletet, hogy tudom majd kezelni a felém irányuló rossz és sértő és haragos megnyilvánulásokat. Nyugalom és békesség lesz bennem. Egy keresztény lelkész is megfogalmazta, hogy számára, amikor belekerül egy ilyen nem várt, bizony idegesítő élethelyzetbe, akkor ő hogy tud áldásként szolgálni ilyenkor a környezete számára. És ő a következő gondolatokat fogalmazta meg. A szelíd lelkűség megakadályozza bennem, hogy felmenjen a pumpa, amikor mindenki engem piszkál, és minden okom meg lenne, hogy ideges legyek. Ez a szelíd lelkűség. A szelíd lelkűség meg fogja akadályozni bennünk azt, hogy az indulatra indulattal reagáljak. Mit is jelent az a gondolat, az a jábesi gondolat, hogy az Úr szélesítse ki az ő határait? Nyilván itt lehetne most arra gondolni, hogy ez az ember azt kéri a Jóistentől, hogy anyagi értelemben is szélesítse ki az ő határait. Nagyon helyén való ez a kérdés, de ennél sokkal mélyebb az a gondolat, hogy az Úr szélesítse ki az ő életének a határait. Mit jelent lelkileg kérni? Uram, szélesíts ki az én hitemet, az én bizalmamat. Uram, tudjalak én téged akkor is szeretni, és tudjak akkor is hozzád ragaszkodni, hogyha az életemben nagyon rosszul alakulnak a dolgok. Ha tele van az életem fájdalommal, tele van megpróbáltatással, tele van kétséggel, tele van meg nem értett élethelyzettel, én akkor is tudjak hozzád ragaszkodni. Amikor tele van az életem gyötrő szomorúsággal, depresszióval, stresszel, Uram, ne veszítsem el a hitemet irányodba. Hogyha az életbeli visszásságok, fájdalmak összezsugorították a hitemet, akkor én, Uram, azt kérem tőled, hogy adj nekem egy minden értelmet felülhaladó hitet, szélesíts ki az én hitem határait, adj egy olyan hitet, amit a körülmények soha nem fognak befolyásolni. Igen, szélesíts ki az én hitemnek a határait, hogy bármilyen rossz dolog ér engem ebben az életben, az én hitemet senki és semmi ne tudja összezsugorítani. Szélesíts ki, Uram, az én hitemet és az én bizalmamat irányodba. Hogyha a házastársam bánt engem, hogyha a gyerekeimmel már nagyon rossz a kapcsolatom, ha észrevettem azt, hogy már senkit nem tudok szeretni, és engem sem szeret már senki, akkor, Uram, én azt kérem tőled, hogy adj egy olyan bizalmat, adj egy olyan nyugalmat, adj egy olyan hitet, ami teljes mértékben kiszélesíti az én életemnek a határait. Hogy soha, de soha ne veszítsem el a benned lévő bizalmamat, hogy, mint említettem, a rossz körülményeim, más emberek felém irányuló rossz dolgai soha ne befolyásolják a hitemet irányodba. Milyen helyén való ez a kérés Jábes részéről. Uram, szélesíts ki az én határaimat, szélesíts ki az én bizalmamat, szélesíts ki az én hitemet irányodba, hogy teljes mértékben soha, de soha ne veszítsem el azt a bizalmat és azt a szeretetet irányodba, ami ebben az életben életet ad számomra. Kierkegaard, ez a nagy gondolkodó, egy alkalommal megfogalmazta, hogy ő számára mit is jelent az Isten irányába való hit, vagyis a bizalom. És amikor ő imádkozott Istenhez, akkor a jábesi gondolatok fényében ezt így lehetne megfogalmazni. Kierkegaard azt mondta, Uram, adj nekem egy olyan hitet, amiből hiányzik a kétségbeesés érzése. Nagyon mély. Uram, adj egy olyan hitet, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése.
Uram, szélesíts ki az én hitem határait a mai világban olyan mértékben, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Uram, adj nekem egy olyan hitet, adj nekem egy olyan bizalmat, amiből mindig, minden körülmények között hiányozni fog a kétségbeesés érzése. Adj egy olyan bizalmat, adj egy olyan hitet, hogy soha, de soha ne érezzem meg ebben az életben, bármi is ér, a kétségbeesés érzését. Igen, Jábes a második kérésében ezt fogalmazza meg. Uram, szélesíts ki az én hitemnek a határait. De jön a harmadik kérés. Ahogy a bevezető gondolataimban említettem önöknek, hozzám ez áll a legközelebb. Jábes azt kéri az Istentől, hogy oltalmazz meg a hétköznapokban minden bajtól, és a te kezed minden nap velem legyen. Kedves nézőink, egy költői kérdést szeretnék föltenni önöknek. Vajon a bajok, a problémák, az aggodalmaskodásra okot adó élethelyzetek jelképes értelemben az ajtó előtt állnak és leselkednek ránk? Igen, megfogalmazhatjuk, nagyon is. A bajok, a problémák, a fájdalmak szinte mindennapos jelenségek a mi életünkben. Ezért nagyon helyén való, hogy megismerjük és gyakoroljuk ezt a jábesi kérést, hogy amikor a hétköznapokban szinte mély örvényként lehúznak bennünket a mélybe a problémáink, akkor ne essünk kétségbe. Kérjük azt, hogy az Úr szélesítse ki a mi hitünk határait, és oltalmazzon meg bennünket minden bajtól. Az a szerző, akit szintén szeretnék említeni, Ellen Gould White, egy alkalommal azt írta le, hogy Sátán az élet problémáin keresztül nagyon örül, ha felzaklathat bennünket. Igen, mindennapos jelenség a mi életünkben a felzaklatottság. Ott van minden pillanatban, minden olyan dolog, ami fájdalmat okoz nekünk, minden olyan dolog, ami hirtelen ér bennünket, minden rossz hír, ez felzaklat bennünket. És hogyha én eközben nem imádkozom az én Istenemhez, hanem magam maradok a problémáimmal, akkor ez az idézet így szól tovább, és ez döbbentett meg engem leginkább. A gonosz angyalok minden pillanatban ezer tervet szőnek ellenünk, hogy hogyan tudjanak bennünket az őrületbe kergetni. Talán azt már az életünk során jó néhányszor éreztük, hogy egy hívő ember mindig minden körülmények között Sátán célpontja lesz. De nem kell nekünk megijednünk. Sátán és az ő angyalai ezer tervet szőhetnek ellenünk. Soha nem fognak tudni majd belekergetni bennünket az őrületbe, hogyha én imádságon keresztül minden nap kérni fogom a Jóisten oltalmát. Jábes hogyan fogalmazta meg? Uram, a te kezed minden nap legyen velem. És a Jóisten azt mondja számunkra, igen, ez a világ tele van mindenféle gyötrelemmel, mindenféle tragédiával, nap mint nap éri az embereket a tragédia, a feldolgozhatatlan fájdalom. De ha egy hívő ember komolyan veszi azt, hogy az imádság az ő lelki életének a lélegzetvétele, akkor az Isten megfogalmazza, hogy én úgy vigyázok rátok, és úgy figyelek rátok a hétköznapokban, mint a szemem fényeire. Nincs okunk a félelemre, hogyha oda megyek az én Istenemhez, és megfogalmazom számára, hogy Uram, ezen a napon is legyél velem, a te kezed legyen velem, a családomat óvd meg minden bajtól, akkor ez nyugalmat és békességet fog nekünk adni arra 24 órára is. Amikor a hétköznapokban halljuk vagy tapasztaljuk az életbeli problémákat,
akkor arra szeretném kérni önöket, ne teljen úgy el egy napnak reggele, hogy azt ne imádsággal kezdjük. Ne legyünk felelőtlenek, ne legyünk saját ellenségei önmagunknak és családtagjainknak és szeretteinknek. Imádsággal kezdjük a reggelt. Már jó reggel, ahogy ezt Jézus Krisztus is tette, helyezzük a családtagjainkat és önmagunkat is az Istennek az oltalmába. Sokszor megfogalmaztam már az előadásaim során, vagy az Isten tisztelet során, hogy bennem mindig van egy félelem. Igen, őszintén szeretném megfogalmazni önöknek. Bennem mindig van egy félelem, hogy amikor én felkelek, hogyha azt a napot nem imádsággal kezdem. Nagyon sokat mondó volt számomra szintén az az Ellen Gould White-i gondolat, amit ő így fogalmazott meg, hogy az Úr tervének részét képezi, hogy csak a hittel elmondott imádságokra adja meg válaszként azt, amit hit és ima nélkül nem bocsátana ránk. Vagyis a Jóistennek van egy terve az életünkre vonatkozóan, hogyha kérünk, akkor kapunk, hogyha zörgetünk, akkor megnyittatik. De hogyha imádság nélkül éljük az életünket, akkor az Isten nem tud megoltalmazni bennünket. Néhány hónappal ezelőtt olvastam a Sziklára épített ház című könyvet, és ebben a szerző egy nagyon tanulságos és nagyon sokat mondó történetet fogalmaz meg 1912. áprilisáról. Talán sokan már sejthetik, ekkor volt sajnos a Titanicnak a tragédiája. És itt a szerző egy történetet ír le, hogy egy asszony milyen fontosnak tartotta, anélkül, hogy tudta volna, hogy a férje a Titanicon egy életveszélyes helyzetbe kerül, imádkozott az ő férjéért. Ezeket a gondolatokat most szó szerint szeretném megosztani önökkel. Én azóta is nagyon sokat tanulok ennek az asszonynak, a magatartásáról, hogy ő mennyire fontosnak tartotta a családtagjai irányába az ima fontosságát. 1912-ben egy áprilisi napon a híres Titanic hajó sebesen haladt New York felé. Senki sem képzelte, hogy ez lesz az első és utolsó útja. A motorok maximális kapacitással dolgoztak, miközben a hajó óriás nekiütközött a jéghegynek, amely egy nagy léket hasított a hajó oldalába. Az alámerülés az elején lassú volt, majd gyors. Több mint 1500 ember meghalt azon a végzetes éjszakán. Ami a legjobban meglepett, az Archibald Grease ezredes története. Az ezredes felesége nem tudott aludni azon a végzetes éjszakán, amikor a Titanic elsüllyedt. Ezernyi mérföld távolságról a felesége nyugtalanul várta haza férjét, aki a Titanicon utazott és Liverpoolból tartott hazafelé. Furcsa előérzetei voltak. Reggel felébredt és imádkozott. Nem volt honnan tudnia a Titanic jéghegyjel való ütközéséről. Férje átugrott a hajó korlátján az Atlanti-óceán hideg vizébe, és a túlélésért harcolt. Az ima után Grace asszony különleges békét érzett. Később azt mondta, az volt az érzésem, hogy Isten átkarolt engem. Visszafeküdtem az ágyba, és elaludtam. Abban az órában Grease ezredes ezt gondolta magában. Vége, vége az életemnek. De abban a pillanatban, amikor úgy érezte, hogy nem bírja tovább, hirtelen, mint egy derült égből megjelent előtte egy mentőcsónak. Kétségbeesve ragadta meg kezeivel a csónak szélét. Majd erős kezek a csónakba húzták. Isten válaszol az imára. Milyen jó egy férjnek, ha tudja, hogy felesége imádkozik érte. Boldog az a férfi, akinek felesége ismeri Istent és imádkozik férjéért. Boldog az az asszony, akinek a férje ismeri Istent és imádkozik feleségéért. Boldogok azok a gyerekek, akiknek szülei ismerik Istent és imádkoznak értük. A közbenjáró ima biblikus. A hit és ima megvalósítja azt, amire a Földön semmilyen hatalom sem képes.
Ha még nincs ima listád, készíts még ma egyet. Jegyezd fel az ima kéréseket. Említsd nevükön az embereket. Keresd Istent és kérd őt, hogy válaszoljon őszinte és hittel teli imádra. El fogsz csodálkozni azon, amit tenni fog. Nagyon szeretek egy mondatot egy ismeretlen szerzőtől. Sokat mondó, ez így szól, hogy Isten csak lehetetlen élethelyzeteket vállal. Isten csak lehetetlen élethelyzeteket vállal. Vagyis sokszor, amikor megfogalmazzuk, vagy úgy érezzük, hogy nekünk már vége, rajtunk már senki sem tud segíteni, vége az életemnek. De ha ilyenkor nem önmagamra tekintek, hanem fölnézek az égre, akkor legyen ott bennünk az a gondolat, hogy ahol mi azt mondjuk, hogy mindennek vége, ott Isten elkezd rajtunk majd segíteni. Ő akkor lép közbe a mi életünkben. Amikor azt fogalmazzuk meg, hogy nekem már lehetetlen, hogy felálljak a padlóról, akkor Isten azt fogalmazza meg, hogy én ezeket az élethelyzeteket vállalom. Így tudok belépni a te életedbe. Isten csak lehetetlen élethelyzeteket vállal. A Nagyorvos lábnyomán című könyvében a szerző azt fogalmazza meg, hogy ahol a bajainkban, a fájdalmainkban, a problémáinkban egyetlen egy kiutat sem látunk, ott Isten ezret is tud mutatni majd azoknak az embereknek, akik imádságon keresztül keresik őt. Ahol mi egyetlen egy kiutat nem látunk, ott Isten ezret is tud majd nekünk mutatni. De kedves nézőink, ne feledjük el, Isten tervének részét képezi, hogy csak a hittel elmondott imádságokra tud nekünk válaszolni. Csak a hittel elmondott imádságokra tud belépni a mi életünkbe. És jöjjön a befejező negyedik kérés. Jábes azt fogalmazza meg Isten irányába, hogy Uram, bút ne lássak. Önmagában is nagyon sokat mondó ez a kérés, hogy bút ne lássak, de nézzünk együtt kicsit a mélyére ennek a mondatnak. Kétségtelen tény, hogy senki sem szereti a fájdalmat. Nem szeretjük a fájdalmat, ha csak nem vagyunk önkínzóak. De a Biblia sokszor megfogalmazza, hogy a fájdalomra, még ha nem is szeretjük, szükségünk van. Szükségünk van, mert sok esetben a Teremtő Istenünk a fájdalmon keresztül tud belépni a mi életünkben. Az is tény, hogy a fájdalomban nagyon magányossá válunk, nagyon sebezhetővé válunk. A Magányosság című könyvében a szerző a 15. oldalon ezt fogalmazza meg, a magányosság pusztájában szörnyen sebezhetőek vagyunk. A fájdalom, ahogy C.S. Lewis megfogalmazta, Isten megafonja, suttog hozzánk örömeinkben, szól hozzánk lelkiismeretünkben, kiált ránk fájdalmunkban. Isten többek között a magányosság fájdalmában akarja saját magára vonni figyelmünket. Ne lázadjunk és ne féljünk a fájdalomtól. Mindannyian tapasztaltuk már, hogy mennyire rossz belekerülni egy fizikai fájdalomba, mennyire mélyebb és mennyire fájdalmasabb, amikor lelki értelemben vett fájdalom ér bennünket ebben az életben. Jábes mit fogalmaz meg Isten irányába? Bút ne lássak. Miért imádkozzunk? Azért, hogyha ér is bennünket fájdalom ebben az életben, akkor ezt fel tudjuk dolgozni, és ezek a fájdalmak, ezek a megpróbáltatások ne elhordozhatatlanul maradjanak ott a mi életünkben. Nagyon sok ember nem tudja letenni a fájdalmát, és évek, évtizedek óta hurcolja, mint egy zsákot a hátán, és lenyomja őt a mélybe. Bút ne lássunk, vagyis hogy elhordozhatatlan, feldolgozhatatlan fájdalom ne érjen bennünket ebben az életben. Nyugodtan mi is imádkozhatjuk Isten irányába, ahogy ezt Jábes megtette. Imádkozzunk, hogy fel tudjuk dolgozni a fájdalmakat, a problémákat, a sértéseket, ha kell,
akkor a halált is. Imádkozzunk az Istenhez, hogy ezt egykoron Dávid tette, hogy Uram, ha ér is engem fájdalom ebben az életben, akkor ez az áldásomra szolgáljon. 21. századi kérés. Uram, bút ne lássak, de ha meg is engedsz megpróbáltatást, ha meg is engedsz valami rosszat az életemben, tudom, hogy az nem tőled származik, de ha mégis megengedsz, akkor én ezt fel tudjam dolgozni, és ez áldásként legyen ott az én életemben. Igen, így kell értelmeznünk a negyedik kérést, hogy bút ne lássak az én életembe, vagyis hogy elhordozhatatlan, feldolgozhatatlan fájdalom ne keserítse meg az én életemet. Kedves nézőink, jöjjön a lezáró mondat. Ez a mondat ennek az imádságnak a koronája. Isten hogyan válaszol a jábesi kérésre? Krónikák első könyve, 4. fejezetének a 10. versében az utolsó mondat a következőképpen szól. És Isten megadta néki, amit kért. Én is ezt szeretném kívánni önöknek, kedves nézőink, hogyha mi is Jábeshez hasonlóan nem fogjuk elhanyagolni az imádságot a mi életünkbe. Ha jó reggel, már az imádság lesz az első a mi életünkben. Ha valójában ez egy minta imádság lesz, akkor ez a 4 kérés ott lesz, hogy az Úr áldjon meg bennünket, hogy ha bármilyen élethelyzetbe kerülök, akkor áldásként tudjak ott élni. Szélesítse ki az én hitemnek a határait, hogy semmilyen fájdalom, semmilyen megpróbáltatás ne zsugorítsa össze az én hitemet, hogy a körülmények ne tegyenek kételkedővé az én Istenem irányába. Az Úr a hétköznapokban oltalmazzon meg minden bajtól, minden problémától, és hogy bút ne lássak az én életembe, elhordozhatatlan fájdalom, elhordozhatatlan megpróbáltatás ne keserítse meg a hétköznapokban sem az én, sem a családom életét. Kedves nézőink, én a mai alkalommal röviden így szerettem volna megfogalmazni önöknek ezt a jábesi kérést, és kívánom, hogy az imádság a lelki életüknek a lélegzetvétele legyen, és Jábeshez hasonlóan szeressünk imádkozni, tartsuk nagyon fontosnak az imádságot. Kívánom azt, hogy önöknek is a Jóisten mindig, minden alkalommal így válaszoljon az imádságukra, ahogy ezt Jábesnek megtette. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!